Sziasztok! Ebben a videóban megkísélem összefogalni az összes tudnivalót, amit a Batman Fortnite 0. képregényel kapcsolatban tudni lehet és tudni kell. Úgyhogy ezzel megkönnyítem a dolgotokat, hogy el tudjátok dönteni, hogy érdekel a képregény, stb. 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 Vágjunk is bele! Először is gondolom sokan nem tudjátok, hogy ez hogy kell majd elképzelni, hiszen mondtuk, hogy ez egy képregény kötet lesz, ezért megmutatok nektek egy példát erről. Tehát ez most egy Batman képregényünk, tehát ez pontosan ugyanilyen nagy alakú, ö, kemény táblás formátumú képregény lesz, és ilyen szép színes. Ennyire nem lesz vastag mindez, egy kicsit ennél vékonyabb lesz, mert ez 280 oldal, ez meg csak 152 lesz elvileg. Na most, Ebben lesznek benne a kódok majd itt valahogy belehúzva, még nem kaptuk meg a DC-től, tehát nem tudjuk pontosan, hogy hogy kapjuk meg a kódokat, de valahogy itt bele lesz húzva a képregénybe. És azért, hogy ezt ne tudják kivenni a boltba, ezért le lesz fóliázva a kötet, így gyakorlatilag egy ilyen fóliával. Tehát csak olyat szabad majd megvenni, ha boltba veszitek, ami bontatlan fóliás. Hát, hogyha bontott lesz, akkor az azt jelenti, hogy akár valaki kivehette belőle a kódot. Még azt ö, akarom nektek megmutatni, hogy hogy tudjátok elképzelni, hogy ez pontosan milyen nagyméretű, egy PS4-es játéktokhoz képest például ekkora. Úgyhogy látjátok, hogy ez egy igazán nagyméretű képregény. Na, ö, igazából még igen, ami eszembe jutott. Ugye eredetileg ez képregény füzetekben jelent meg, hat füzetben jelent meg Amerikában, ö, ö, így pár hónap alatt a képregény. Ez a hat füzet lesz a mi kötetünkben összegyűjtve, illetve hát minden más országban is ugyanezt fog megjelenni. Szeptemberben lesz a világpremiér, szeptember közepén, és nálunk is akkor fog megjelenni a kötet. Most elolvasom nektek a főszöveget, ami a tartalmat is magába foglalja. Egy rész nyílt Gotham City egén, maga a valóság hasadt meg, és berántotta a sötét lovagot egy bizar és ismeretlen világba. Nincsenek emlékei arról, hogy ki ő és honnan jött, Batman bekerült a Fortnite-ba. Miközben a világ legnagyobb detektívje azért küzd, hogy felidézze a múltját, és megszökjön a káosz és a küzdelem véget nem érő hurkából, szembe kell szállnia olyan veteránokkal, mint Renegade Raider, Fistic, Bandolier, Snake Eyes, róla még majd lesz szó, és még sokan mások. Mi Batman igyekszik megérteni ezt a különös új világot, nem csak a sziget mögött rejlő sokkoló igazságra bukkan, de azzal is kénytelen szembenézni, hogy mi a hurok titka, és hogyan kapcsolódik minden a rejtélyes zéroponthoz. A Batman Fortnite Zero-pont olyan titkokat tár fel, amelyek eddig még a játékból sem derültek ki. Se Batman, se a Fortnite rajongói nem hagyhatják ki ezt a lenyűgöző vizualitású, kihagyhatatlan izgalmakat ígérő képregényt, amelyben a köppenyes igazságosztó megküzd a Fortnite bajnokaival, a szigeten, hogy megmentse nem csak önmagát, hanem a DC univerzum többi hősét, sőt akár magát a multiverzumot is. Na most! A kötetet Amúgy nem más fordította, mint akit biztosan nagyon sokan ismertek, a jó nevű ghost 4 Ridert, aki az egyik legismertebb Fortniteos uh, Youtuber itthon, illetve a Twitchen is napi szinten nyomja a streameket. Neki német levente nyújtott segítséget a fordításban. Tehát uh, gondoskodtunk róla, hogy azért a Fortnite uh, uh, nyelvezet az, az minél jobban képviseltetve legyen a kötetben, bár. Az ő vele egyeztetve úgy döntöttünk, hogy például a neveket, amíg az ismert foltánytos karakterek nevei, azokat nem fogjuk magyarítani, hiszen ezeknek nincsen fordítása és elég hülyén hangzana. Például a fisztiknél az, hogy halludacska, stb. A kötet az, az valószínűleg 152 oldal lesz, a fogyasztó jár pedig a, a borítóára, úgymond a kötetnek, ha nem kedvezményesen veszik valaki, akkor 5995 forint, de aki ügyes, az kedvezményes sem fogja megvenni. Nálunk most 25%-kal kedvezménnyel előrendelhető a kötet. Erről is még mindjárt beszélek. Viszont, ami fontos, hogy milyen kódok járnak a kötethez. Felsorolom, hogy milyen kódok járnak. Ugye 6 ö, plusz 1 itemet lehet majd unlockolni. 6 kód lesz. Az első Rebirth Helly. Queen Outfit, azaz a Harley Quinn skin, a második a Batman Zero Wing Glider, a harmadik Catwoman's Grappling Claw Pickaxe, a negyedik Deathstroke Destroyer Glider, a ötödik Harley Quinn's Revenge Backbling, Bling, a hatodik Batarang X Pickaxe. És hogyha mind a hat kódot ugye beváltottátok, akkor allokkolódik ajándékként az Armored Batman Zero Outfit skin, ugye. Tehát igen, csak jó cuccok lesznek ajándékba hozzá, tehát ez, ez semmilyen plusz költséggel a számotokra nem jár. Jelenleg előrendelhető már a kötet, extra korán előrendelhetővé tettük a webshopunkban. Azonban, emi, amiatt, hogy ez még csak szeptemberben fog megjelenni, és most még ö, csak július van, ezért most első körben csak bankkártyás fizetést fogadunk el az előrendeléseknél. Ami azt jelenti, hogyha valaki most utánvétellel vagy, vagy személyes átvétellel rendel, úgy, hogy nem fizeti ki előre, az a rendelés érvénytelen lesz, és azt törölni fogjuk. De erről persze üzenetben értesítjük, ha valaki ezt elrontotta, és akkor ezt tudja javítani. Ha semmiképpen nem akarjátok előre bankkártyával kifizetni a megjelenés előtt a kötetet, akkor várjatok egy kicsit, és majd augusztus tájékán, amikor már közeledik a megjelenés, akkor majd elő lehet már rendelni nálunk ö, utánvétellel, vagy simán személyes átvétellel is. Viszont ö, arra is lehet lehetőség, hogy máshol vegyetek meg esetleg a kötetet előrendelésbe. Hamarosan ö, más terjesztőknél is előrendelhetővé válik majd a kötete, persze akár videójátékos boltoknál, akár könyves terjesztőknél, akár más, más online terjesztőknél. Illetve, hogyha megjelent szeptember közepén van, mondom még egyszer a, a tervezett megjelenés, amikor megjelenik a kötet, akkor be fog kerülni például a könyvesboltokba is Újságosoknál viszont valószínűleg nem lesz kapható a kötet. Tehát ott, ott, nem érdemes valószínűleg keresni, de ha ez változni fog, akkor azt még jelezzük. Persze mi leginkább annak örülünk, hogyha a nálunk rendelitek elő. Jelenleg az előrendelési kedvezmény az 25%. Tehát most ennyiért rendelhetitek elő nálunk. Mit kell még tudni erről? Ja igen, euh, Harley Quinn mivel lesz ajándékba, ezért még ajánlom nektek ezt a gyönyörű Harlin kötetet, ami Harley Quinn eredet történetét meséli el, gyönyörű rajzokkal. Euh, ez, ezt mindenképpen ajánlom, hogy olvassátok el, hogy jobban beleéljetek magatokat a Harley világába. Persze, Azért ezt, ezt, kisgyerekeknek nem ajánlom, tehát ezt 14 év alattiaknak nem ajánlom. Na még akarok nektek mutatni egy szuper nagy posztert, amit nemrég kaptunk ajándékba a Trillian képregényboltól. Ez egy ilyen extra nagy poszter, nem tudom mennyire fog látszódni. De majd vágóképet is rakunk be, ha nem látszódik. Hát gondolom annyira jól nem fog ez így látszódni ugye ez a Snake Eyes, ez is skinként ben volt a shopba, ez a G.I. Joe-ból van, és pont most lesz a mozikba a Snake Eyes film is, úgyhogy ebből a szempontból is ez egy jelentős dolog, és Magyarországon még képregényben nem volt G.I. Joe karakter, úgy tudjuk, tehát ez lesz az első ilyen esemény is. Amit még nem mondtam, hogy a szerző Christos Gage ő írta a képregényt, egy jó nevű képregényíró, és neki besegített nem más, mint Donald Mustard, aki az Epic gamesnél a Fortnite egyik fejese, és az egyik olyan ember, aki felelős a Fortnite-ért. Nem tudom pontosan, mi az ő funkciója, de, de ő ott egy nagyon magas rangú valaki. Rajzolt a Riley Brown. Gyönyörűek amúgy majd a rajzok. Vágunk be pár képet is a videóba. Az előrendelési linket megtaláljátok majd a leírásban. És amint lesz ö, már kész ö, beírál, beírt képregény, akkor azt kirakjuk belolvasóként is a honlapunkra. Egy pár oldalt el tudtok majd olvasni a képregényből. A Facebookon mindenképpen kövessetek be minket a Fumasz kiadó Facebook oldalán is illetve a Fumas Gaming Facebook oldalán is, mert ott fogunk mindenféle információt majd tudni valót megosztani, amikor éppen van valami. És könnyen lehet, hogy nem ez lesz az egyetlen Fortnite képregény, dc is képregény, de erről majd még a későbbiekben lehet, hogy hallani fogtok. Szóval, amit még, a, amiért még ajánlom, hogy érdemes megvenni a Fortnite Batman képregény vagy Batman Fortnite képregényt az az, hogy nyilván, hogyha ezt elolvassátok, megveszitek, kiértékelitek magatokba, akkor százszor jobban fog menni a Fortnite-os játék. Valószínű azonnal a Champion League-ba kerültök, szétlövitek Bugát és Mongrát, az összes csaj, fiú, mindenki utánatok fog bolondulni, ti lesztek a legmenőbbek az osztályba, stb. 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 Úgyhogy nagyon-nagyon... Klassz ö, ö, eredményeket fogtok tudni produkálni ezzel, amellett, hogy élvezni fogjátok, és ugye az itemeket is tudjátok majd használni a játékban. Köszönöm szépen a figyelmet! Igen, még magamról is akarok pár szót szólni. Ö, annyi van velem, hogy két hete egy kicsit fájdogál a kezem. Pontosabban a hüvelykúj ízületem, ennek most utána néztem, valószínűleg túlterheltem Mind a játékkal, mind a fizikai munkával, amit a cégnél végzek. Mert hogy azt is végzek itt, a pakolást, stb. Úgyhogy most pihentetem egy kicsit a játékot, ezért most ilyen streamek, ezért sincsenek éppen. Meg videók is ritkábban. Remélem ez így hamar rendbe jön. Mert majd terveznék azt is, hogy vásárlóinkkal, akik megveszik ezt a Fortnite Batman képregényt, majd... majd közösen játszunk valamilyen formában, erre kitalálunk valamit, hogy hogy tudjuk megoldani, hogy minél többetekkel tudjunk majd együtt játszani. Úgyhogy ezzel kapcsolatban is majd, amikor lesz valami híraszt látni, fogjátok a Facebookon, vagy itt, vagy akárhol, úgyhogy kövessetek minket minden felületen leírásban, megtaláljátok majd a linkeket. Köszönöm szépen a figyelmet, és sziasztok!